A projekt egyik célja a párbeszédnap létrehozása volt. Mi ennek a párbeszédnapnak a fő témájának a diák önkormányzatot helyeztük. Meg is tartottuk itt az aulában, voltak jelenlévők, a diákokkal akartuk megismertetni a DÖK-öt, és előtérbe helyezni, hogy miben tud segíteni, hiszen egy jó közösség alapját képezheti, és egy iskola alapja mégiscsak egy jó közösség, így ezért esett a választásunk a DÖK-re. Sikerült személyesen kapcsolatba lépnem a Szilágyis diákokkal, és így jobban megismerni azt, hogy ők milyen szinten tájékozottak a diák önkormányzatot nézve, illetve sikerült felmérni az igényeket, hogy mit szeretnének és mivel tudjuk megkönnyíteni a mindennapjaikat az iskolában. Párbeszédnapon összegyűjtött igényeket, illetve véleményeket szeretnénk összesíteni a következő pár hónapban, és ezeket felmérve létrehozni a következő tanévre egy összefoglaló tervet a programjainkról, illetve fejlődésünkről. Számomra hatalmas élmény volt, főleg a nyitókonferencia, ahol rengeteg új embert ismertem meg, nagyon sok barátság született ott, és tényleg egy kis közösség kovácsolódott Eger középiskolásaiból. Biztos vagyok benne, hogy a záró fesztiválon is ugyanilyen jó lesz a hangulat, illetve a párbeszédnapokon való részvétel azért nyújtott hatalmas élményt, mert nagyon jó volt az érzés, hogy kíváncsiak voltak a gondolatainkra, az igényeinkre, és tényleg ez alapján akarnak cselekedni a jövőben. Ha egy szóval kéne összefoglalnom ezt az egész projektet, akkor mindenképpen az együttműködés szó lenne az, ugyanis rengeteg iskolából és Egerben mindenhonnan szinte ismeretlen emberekkel voltunk együtt egy hétig, velük táboroztunk úgymond, és rengeteg olyan dolgot kaptunk tőlük, amikből most is merítünk, esetlegesen a diák önkormányzatunkhoz felhasználjuk, hogy miként tehetnénk jobbá Egert, és összedolgozunk nem csak velük, hanem a döntéshozókkal is, a felnőttekkel és a polgármester úrékkal is például.